Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket! Mai evangéliumot Szent Máté könyvéből olvasom. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának a származásáról. Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júdea, és testvérei Júdának Fárész, és Zára Tamarától, Faresznek Eszrom, Eszromnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Nászon, Nászonnak Szalmon, Szalmonnak Boász, Rahabtól, Boásznak Jobéd, Ruttól, Jobédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia, Úriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abia, Abiának Ászáf, Ászáfnak Józafát, Józafátnak Jorám, Jorámnak Óziás, Óziásnak Joatám, Joatánnak Akáz, Akáznak Ezekiás, Ezekiásnak Manaszesz, Manaszesznek Ámosz, Ámosznak Józiás, Józiásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekoniásnak Szalátiel volt a fia, Szalátielnek Zorobábel, Zorobábelnak Abiud, Abiudnak Eliakim, Eliakimnak Azor, Azornak Szádok, Szádoknak Ahim, Ahimnak Eliud, Eliudnak Elezár, Elezárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtől a babiloni fogságig 14 nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is 14 nemzedék. Kedves tévénézők, kedves testvérek! A régi emberek a törzsi hovatartozást igazolták tulajdonképpen mindig a családfával. Az evangélista itt Jézus esetében úgy közli mindezt, mint egy teológiai bizonyítékot Jézusról, mint aki a megígért messiás, aki Dávid házától származik. Az evangélista a családfával azt is kifejezi, hogy az Isten fia valóban beleszületett a bűnös világban, tehát egy történelmi eseményről és történelmi tényről van szó. Ezért az emberiség története az üdvösség történetévé vált egyben. Amen.